Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagy Bata Jonatán. Ez a Globus Balázs Péterrel közgazdásszal, korábbi külügyminiszterrel, Magyarország első uniós biztosával, egyetemi tanárral, az MTA doktorával. Köszönöm, hogy itt van. Szívesen. A mai adásban pedig az európai ügyekről fogunk beszélgetni. Ugye tegnap volt, az adás most sütörtökön, október 10-én vesszük fel, tegnap október 9-én volt a Magyar Soros Elnökségnek a program bemutatója, összefoglalója az Európai Parlamentben, és e köré építettek fel egy egész vitát is, és felszólalt Orbán Viktor, Magyar Péter, Dobrev Klára a magyar politikai színpontból, de az európaiból Ursula von der Leyen, Manfred Weber, és hát az összes Európai Uniós frakció. Ön Európai Parlamenti frakció pontosabban. Ön hogyan értékeli ezt a vitát, ha lehet ezt vitának nevezni, ami ott történt? Hát az első kérdés az, hogy vajon mennyire volt érdekes most ez a vita, mert a forgó elnökség, a 6 havonta cserélődő elnökség kormányfője ennek a 6 hónapnak a legelején szokta ismertetni a programját. Na most ugye Orbán Viktor megcsinálta ezt a világkörüli utat, ahol Putyinnal, kínai elnökkel, másokkal barátkozott, és ez kiverte a biztosítékot, és ezért nem fogadták őt júliusban. Hirtelen kiderült, hogy nem jó a dátum, ez egy politikai probléma volt. Tolódott, aztán még az árvíz is közbe jött, és már a második félidőben vagyunk, bőven, amikor előlép a miniszterelnök, és ismerteti azt a programot, amit tulajdonképpen július 1-je óta kellene, hogy ugye mindenki jóvá hagyjon és kövessen. Tehát picit már időn túli ez az egész dolog. Ezzel együtt az Európai Parlament egy igen fontos nagy színpad, és erre a nagy színpadra most föléphetett Magyarország, és elsősorban a miniszterelnöke. Kerekedett egy vita, ami részben Magyarország belügyeiről, belpolitikájáról szól, de azért egy sor európai téma is ott volt, és mindenki megnyilvánult. És ugye ez az érdekes, hogy egyrészt magyar politikai szereplők ott felléptek, Magyar Péter Tar Zoltán a Tisza párttól, Dobrev Klára és Molnár Csaba a DK-tól. Ennyi volt ugye az ellenzéki oldal. Orbán Viktor és mellette még 4 Fidesz képviselő, elsősorban Gál Kinga, aki a Patrióták nevű pártcsaládnak az alelnöke, Deutsch Tamás és még 2. Tehát kapott a világ egy kis keresztmetszetet a magyar politika hangulatáról és színvonaláról, és azután az Európai Parlamentben van 8 pártcsalád, és mind a 8 pártcsalád egyrészt frakciók nevében, másrészt aztán van egy szakasz, ahol az egyéni képviselők is kérdezhetnek, kommentálhatnak. Egy nagyon forró vita, éles hangulatban zajlott le, nem a legjobb képet nyújtotta Magyarországról. És mit mond az egészen Európáról? Mert azért nem csak a magyar politikusok beszéltek magyar belpolitikáról, hanem az európai politikusok is a magyar belpolitikáról beszéltek. Sokan, pontosabban sokan, mert azért volt nyilván, aki az európai politikáról. Az Európai Parlament az egy politikai keresztmetszete Európának, ugye mi választottuk oda a képviselőket, hazai politikai pártok listája alapján, akik aztán ott változnak át európai képviselőkké, azáltal, hogy összeállnak bizonyos zászlók alatt, és az említett 8 pártcsalád ma Európa politikai térképét rajzolja föl a falra. Az Orbán beszámolóval kapcsolatos állásfoglalásaik azt mutatták, hogy 5 tartanak egy irányba, ez Európa erősítése, az integráció mélyítése, a demokrácia megőrzése, emberi jogok érvényesítése, de itt vannak ugye a legerősebb változatlan az Európai Néppárt, tehát a mérsékelt konzervatívok, és utána a szocialisták, liberálisok, zöldek és a baloldal. Ezek tartanak össze. És akkor van egy másik sarok, ahol kisebb létszámban gyülekezik, elsősorban 2 szélső jobb párt, ez a Patrióták, amelynek a születésénél Orbán Viktor is bábáskodott, együtt Kikl-lel és Bábissal,
Ez majdnem azonos a korábbi Identitás és Demokrácia nevű csoporttal, picikét más, és új nevet vett föl, és van a legszélső jobb sarokban a német AfD körépített szuverenisták, és akkor még egyet nem említettem, aki kicsit a kettő között navigál, ez a Giorgia Meloni által fémjelzett európai konzervatívok és demokraták. Reformerek. Reformerek, bocsánat, így van, akik például az Orbán-féle migrációs politikát támogatják, azzal egyetértenek, de nem értenek egyet oroszországi barátságával, tehát ők Ukrajnát támogatnák a konfliktusban, ugyanakkor bizonyos szélső jobb politikai célokat is támogatnak. Ez ma Európa politikai keresztmetszete, térképe. Ugye, amiből a legfontosabb elem az, hogy számos választáson, német tartományi választások, most az osztrák törvényhozási választások, jön előre a szélső jobb, hatalom közelébe jut, de még nem, nincs hatalmon. Azért nincs hatalmon, mert nem talál koalíciós partnereket. Ugye ez Türingiától, Ausztriáig, vagy Hollandiáig mindenütt megismétlődik. Kérdés, hogy majd innen merre megy tovább, hogy egy nap majd elszegődik mellé egy-két párt, vagy pedig elkezd majd visszaszorulni. Az Orbán Viktor nyitotta ezt az egész vitát az ő 10 perces beszédével, és ő az európai versenyképességről beszélt, azt az egyik programpontjának adta meg a Soros elnökségben, és ugye ez nagyon jól rezonál a Draghi jelentéssel, illetve Macronnak a kijelentésével is. Ön szerint az, hogy ezután a vita átment személyeskedésbe, ez Orbán Viktor felelőssége, vagy az Európai Parlamentnek bizonyos frakciójáé? Orbán valóban úgy indította, hogy egy nagyjából programszerű ismertetőt tartott élén a versenyképességgel, nagy hangsúlyt helyezett a migráció visszaszorítására, és azért beleszőtte az ő különféle politikai prioritásait, például elhangzott az, hogy blokkok helyett konnektivitás kell, dicsérte az akkumulátor technológiát, mint valami vezető ágazatot, beszélt, szitta a zöld átmenetet, bírálta, autóiparról is beszélt. Tehát ilyen Orbán hangulatú európai politika volt, de elfogadható kiindulási alap egy vitához. Na most utána jött először is a bizottság elnöke, ugye Ursula von der Leyen, aki nem rejtette véka alá azt, hogy ő bizony néhány dolgot nagyon kritikusan lát, hát én élőben hallgattam az egészet, és figyelemre véltó volt, hogy Ursula von der Leyen felvetett először is, hogy a legnagyobb politikai probléma, Ukrajna, hol marad? Tehát arról miért nem beszél a magyar miniszterelnök, amire ő később azt mondta, hogy szándékkal hagyta ki, ez nagyon furcsa. Beszélt valóban a versenyképességről, de itt bírálta Magyarország számos lépését, az uniós pénzek felhasználását, rámutatott, hogy mindegyik szomszédunk lehagyott már minket, és hát Oroszországgal fölösleges módon és kockázatos módon barátkozik a magyar kormány például az energiabeszerzés ügyében. És a migrációnál is mondta, hogy szép-szép, amiket mond a magyar miniszterelnök, de hát százával engedtek szabadon embercsempészeket, anélkül, hogy a további sorsuk érdekelte volna a kormányt, és stb. Tehát nyitott egy frontot, és a tőle várható bírálatot. Most ez nem érte teljesen váratlanul Orbán Viktort, mert ő eleve a Facebookon azzal indult, hogy csihi-puhi lesz Brüsszelben. Tehát ő erre számított. És akkor utána jöttek a frakciók, és a néppártból nagyon erős kritikát kapott Orbán személy szerint, a szocialistáktól szintén, és így folytatták, ugye a többiek is. Most utána van egy válasz lehetősége a miniszterelnöknek, miután lement a 8 frakció, és akkor Orbán tónust váltott. Tehát kapott bírálatokat bőséggel,
ezek nem voltak újak, ismertek voltak, lehetett rájuk számítani, és itt azt hiszem, hogy egy picit kiesett az elnöki szerepéből, tehát inkább úgy beszélt, ahogy itthon szokott a belpolitikában reagálni, mert ez a pávatánc jól ismert lépéseit fedeztem föl benne, ugye még amikor kezdte annak idején, és meg is nevezte, ő keresztelte el pávatáncnak a stratégiáját, első lépés nem igaz, amit mondanak. Ez itt is visszajött. Tehát tévednek. A szocialista felszólalásnak azt mondta, hogy nem ismeri a tényeket. Akkor a második lépés az szokott lenni, hogy de mások is ezt csinálják. Vagy valami hasonlót. Ugye ez az elem is megjelent itt az érvelésében. És amit... És aztán hát sajnálatos módon csúsztatások, mert azt állította, hogy az embercsempészeket kitoloncoltuk. Hát amikor kiengedték a börtönből, azt mondták, hogy többet ne jöjjön Magyarországra, tűnjön el. Ez nem kitoloncolás. Kitoloncolás az, ha fizikailag elkísérik egy másik államba. Ezek az emberek oda mentek, ahova akartak. Úgyhogy, és ezt Európa tudja, nem tudta igazán megindokolni az aranyvízumot se az orosz és belarusz állampolgároknak. Úgyhogy, és ami nem volt szép, és ami miatt aztán felforrósodott a vita, hogy ő is személyeskedett, és a képviselő is. Hát ugye Magyar Péter is felszólalt. És a Magyar Péter ellen például Deutsch Tamás olyanokat hozott föl, hogy ez az ember lehallgatta a feleségét, és telefonokat szokott lopni. És akkor ezt megismételték további Fidesz képviselők. Na most ez a támadás nagyon alacsonyan repül, ennél sokkal hát emelkedettebb, vagy fontosabb politikai érveket kellett volna használni. Valószínűleg ők hazabeszéltek Magyarországra. Hát így van, ilyenkor azért az Európai Parlamentben ez elég általános, hogy mindenki hazafelé is játszik és mutatja. A többi szónok is egyébként az otthoni választóinak akar megfelelni. Tehát innentől aztán éleződött a vita, és ugye a végén volt még egy harmadik megszólása Orbánnak, ahol már egészen lement olyan szintre, tehát a rágalmazás szintjére, mert azt mondta, hogy például Daniel Freund német zöld képviselőt Soros fizeti. Hát mondjuk nincs rászorulva egy európai parlamenti fizetés mellett, meg hát az egész egy kitaláció, egy rágalom. Úgyhogy így kapott a világ aztán egy sajnálatos képet arról, hogy a magyar belpolitika milyen szinten és milyen tartalommal zajlik. Egyébként ez akkor is így szokott lenni, amikor mondjuk más ország tölti be az EU soros elnökének a tisztjét, vagy ez most egy ilyen unikum volt, és csak Magyarország esetében ilyen személyeskedés? Ilyen szintre egyetlen politikus ment le elnökségi szerepben, és ez Silvio Berlusconi volt annak idején. Senki más. Ez mondjuk szomorú. Hogyan értékelni Magyarországnak az elmúlt talán 4-5 hónapját, mint az EU soros elnöke? Sikerült bármilyen témát így beemelni a köztudatba? Hát sikerült beemelni orosz kapcsolat és az ukrajnai helyzet témáját nagyon erősen. Ugye én a Deutsche Welle német rádión hallottam július elején, elnökségünk első hetének végén, hogy a magyar elnökség tulajdonképpen véget is ért. Mondta ott egy elemző, és ezt azért mondta, mert ugye Orbán azzal kezdte az elnökséget, hogy körbe repült a világon, és fantasztikus diplomáciai teljesítménnyel volt két fix pont, a türk tanács ülése Azerbajdzsánban, annak megvolt a dátuma, azt hiszem július 7-8 volt talán, és egy NATO csúcs Washingtonban, az volt azt hiszem 10-11, valahogy így, és ő ezek köré fölépített egy olyat, hogy kezdte Kijevben, az nagyon jó, mert végre elment Kijevbe, onnan minden előzetes bejelentés nélkül átröpült Moszkvába, Moszkvából ment le a türk tanács ülésére, utána elment a kínai elnökhöz, utána útbaejtette a NATO csúcsot, és onnan idő előtt eltávozott, hogy Trump birtokán is vendégeskedjen. Na most
ez óriási szervezési munka. Tehát diplomáciai szempontból itt az időpontokat így összerendezni, az egy valódi teljesítmény, elismerésem azoknak, akik ezzel a színfalak mögött fáradoztak, és ezzel tulajdonképpen fölhívta magára a figyelmet, nem az unióval foglalkozott, nem az elnökség hagyományos feladataival, hanem csinált egy külpolitikai showműsort, és nem csak azt vették rossz néven nagyon sokan az Európai Unióban, hogy Putyinnal barátkozik, miközben az oroszok támadják, rombolják Ukrajnát, hanem hogy nem oszlatta el azt a félreértést, hogy ő most EU elnökként van ott, vagy milyen minőségben van ott. Ugye Putyin a nyilvánosság előtt, sajtó előtt úgy üdvözölte, hogy itt van Orbán miniszterelnök úr, aki egyébként az Európai Unió tanácsának is a soros elnöke. Na most ilyen felhatalmazásra nem volt, nem szoktak külpolitikát csinálni, ha csak nincs valami mandátumuk, megbízatásuk. Most ilyenről szó se volt. Ezt nagyon rossz néven vették, a megfelelő viselkedés itt az lett volna a diplomácia szabályai szerint, hogy azt mondja, hogy elnök úr, bocsánat, én nem az Európai Unió elnöksége nevében vagyok most itt, hanem mint Magyarország miniszterelnöke, a kétoldalú magyar-orosz kapcsolatokkal foglalkozunk most itten, és nem az EU-tól nincs semmiféle mandátumom. Na most ez nem hangzott el, ez lebegtette, és hát a Facebookján is rajta volt, amikor beszámolt Moszkváról, rajta volt az EU-s logó, az elnökségi logó, úgyhogy ez kiverte a biztosítékot, és ettől kezdve jött egy olyan esemény sorozat, ami szinte példanélküli az unió történetében. Egyet már említettünk, nem fogadták őt Strasbourgban, hogy megtartsa azt a beszámolót, amire aztán végül most került sor októberben. Egy csomóan azt mondták, hogy nem jönnek Magyarországra magas szinten, tehát miniszterek helyett majd másokat küldenek, EU biztosok se fognak eljönni. Elmaradt az a látogatás, amit az Európai Bizottság minden elnökség elején tesz az elnökség országában, és ott leül a kormánnyal. Először közösen, és részt vettem ilyenen, és akkor utána az egyes biztosok az egyes miniszterekkel egyeztetik a félévi programot, hiszen ezek a miniszterek elnöklik a miniszteri grémiumokat. Tehát az ember leül mondjuk a közlekedési miniszterrel, és azt mondja, hogy akkor nézzük, hogy hány ülést tudunk tartani, mik lesznek a témák, hangoljuk össze. Ez is elmaradt, és hát mindenek tetejében egy mentség van, az, hogy különleges fél évben vagyunk, az uniós intézmények cserélődnek, a parlament fölállt, de még új, nagyon új, ugye a magyar elnökséggel egy időben startolt. És még a bizottság se állt fel. Na most az Európai Bizottság, az előző bizottság van hivatalban, mindaddig, amíg egy újat majd jóvá hagynak. Most ott tartunk, hogy ugye újra választották Ursula von der Leyent, ez bizonyos könnyebbség, mert itt van egy kontinuitás. Más lenne a helyzet, hogyha új elnököt választottak volna, akkor a régi csak ügyvivő, és az új már szervezi az új bizottságot. Most a kettő azonos. És miután megvan az elnök, és megvan a kül- és biztonságpolitikai főképviselő, ez Kaja Kallas, eddigi észt miniszterelnök asszony, az összes többi tagállam, szám szerint 25, megtette a javaslatát a leendő EU biztosra. Ursula von der Leyen mindegyiknek kitalált egy munkakört. Hát, hogy Németország már nem adhat, mert övék a bizottság. Németország már nem adhat, Észtország nem adhat. Így van. Az összes többi adott, és akkor megkapják a nekik szánt feladatot, abból igyekeznek fölkészülni, és az Európai Parlament illetékes szakbizottsága előtt van egy meghallgatás. És ezek a meghallgatások folynak most, majd ha mindegyik meg lesz, és Ursula von der Leyen úgy látja, hogy kellő támogatást kap a parlamenttől, akkor összeállítja a javasolt listát, azt így egybe beviszi a parlament elé, és egybe beviszi a kormányfők elé. És erről a két helyről kell neki jóváhagyás, és akkor majd feláll az új bizottság. De
várhatóan valamikor novemberben, ha jól megy november elején, ha nem jól megy november végén, vagy még később, és addig egy átmeneti időszakban kicsit takarékon van minden, főleg a jogalkotás, hiszen a bizottság nem operatív, a szokásos szinten, hanem ugye egyesek már csomagolnak, mások pedig készülnek. A magyar miniszterelnöknek kettő olyan javaslata volt, amit én most kiemelnék. Az egyik az, hogy ne csak Európa szinten, vagy az Európai Unió szintjén legyenek különböző tanácskozások, ülések, hanem Schengen szinten is, és vegyük be Romániát is minél hamarabb, még lehetőleg ebben az évben a schengeni övezetbe. Ez volt az egyik nagyon fontos üzenete szerintem, ami Európa szintű üzenet. A másik meg talán egy versenyképességi paktumnak az összerakása. Ugye ő azt mondta, hogy ezt szeretné még ennek az évnek a végén szintén. Tehát ez volt talán a két legfontosabb európai ügy, amit kiemelt, és aminek konkrét cselekvési tervet adott, mert nyilván a migrációról beszélt, de talán ott nem adott konkrét cselekvési tervet. Hogyan értékelhető ez a kettő célja a magyar soros elnökségnek? A célok fontosak, valódiak. Az, hogy a versenyképességről kellene beszélni, és ugye lesz majd egy rendkívüli EU csúcs, november 8-án Magyarországon. És ő erre a csúcsra készül tulajdonképpen, és kellene majd valamilyen megállapodás, egy versenyképességi paktumra jutni. Hát az idő nem hosszú, és ez azon múlik, hogy mennyi támogatót sikerül megnyerni. Ilyenkor a színfalak mögött zajlik a diplomácia, tehát kell, hogy legyen, ha már ezt mondta, akkor kell, hogy legyen egy papír is, valamilyen tervezet, és akkor a magyar diplomaták az egyes tagállamokkal kell, hogy egyeztessenek, és összegyűjtsenek egy kritikus tömeget, aki ezt akarja, és a többieket is ráveszi. Schengen, ugye Schengen nincs befejezve. Tehát az euró eléggé jellemző, hogy megvan a politikai lelkesedés, és akkor nekiugrunk, és egy félkész dolgot kiteszünk már az ablakba, ez történt az euróvezettel is. Megszületett az euró, nyomtak szép közös pénzt, meg vertek közös érméket, és akkor jött a 2008-as nagy világgazdasági megrázkódtatás. Megesett. És akkor kiderült, hogy könnyű szerkezetes az épület, és a tornádót már nem bírja. Úgyhogy akkor meg kellett ilyen prudenciális szabályokkal megerősíteni, és évekig dolgoztak rajta. Na most Schengenen ugyanez a helyzet. Nagyon szép elképzelés, hogy egymás között kinyitjuk a határokat. De akkor a külső határ teljesen egységesen kellene kezelni, és mindenütt pontosan ugyanazt a menekültügyi eljárást alkalmazni, mert ha egyszer valaki belép a közös térbe, attól kezdve bárhova mehet. Tehát Schengen nem kész. És most, hogy nagyobb nyomás alá helyeződött Európa, ugye jönnek távolabbi helyekről, vagy üldözött emberek, vagy egyszerűen szerencsét próbálni, Schengen, ugye sorra állítják föl a határellenőrzéseket, most legutóbb a németek vezettek be minden határon. Határellenőrzés, mert nagyon sokan oda akarnak eljutni. És Orbán azt mondta, hogy kellene egy Schengen csúcsot tartani, ez nem rossz ötlet. Tehát mindenképpen jó kezdeményezés, ezt kellene folytatni, együtt megoldani, és nem külön kerítéseket építeni, és külön rendszabályokat, hanem egységes szabályok alapján, akkor életre kelne Schengen. Orbán Viktor gyakran hivatkozik arra, hogy ő egy lóra tette fel az összes pénzét, ez pedig Donald Trump, a republikánus jelölt az Egyesült Államok elnök választásán, és úgy tűnik, mintha ő kivárna a novemberi amerikai elnökválasztásig, és nagyon reménykedik abba, hogy ha Donald Trump ezt a választást behúzza, akkor Orbán Viktornak az európai pozíciói sokkal erősebbek lesznek. Ugyanakkor Donald Trump azt hirdeti meg, legalábbis amit tudunk az ő külpolitikájáról, hogy azért szeretné Európát lényegben magára hagyni, hogy Európa találjon saját magára, átadni Ukrajnát az Európai Uniónak, Európának, hogy ne az amerikaiak finanszírozzák meg Ukrajnát, hanem Európa. Hogyan erősödhet, vagy nem erősödhet Orbán Viktor pozíciója Donald Trump esetleges megválasztása esetén jövő hónapban? Hát az amerikai elnökválasztási kampány most már a forró szakaszában van, közeledik a választás napja, és utána jön még egy elég bonyolult eljárás, mert nem az állampolgárok által leadott szavazatok többsége számít majd, hanem az elektorok
ugye ezek a közbeiktatott személyek, akik az egyes államokban kapják a felhatalmazásokat, és ugye itt ilyenkor az úgynevezett billegő államokban szokott eldőlni az elnök választás. Tehát a dolog nem könnyen prognosztizálható, valamivel nehezebben, mint egy nemzeti választás, ahol ügyes közvélemény kutatóknak megvannak a megfelelő módszereik és képleteik. Nos, most úgy néz ki az amerikai hírek alapján, hogy a két jelölt, Donald Trump és Kamala Harris, nagyjából azonos esélyekkel rendelkezik. És nagyon kevésen múlhat, hogy az egyik vagy a másik fut ebbe. Ilyenkor az utolsó napokban történő dolgok is szokták befolyásolni az embereket. Néha még az időjárás is, hogy hányan mennek el szavazni, és hát az egyes államokon belüli hangulatok. Nos, egy ilyen helyzetben, amikor ennyire kétesélyes az amerikai választás, csak egy szerencsejátékos teszi föl minden pénzét az egyik számra. A diplomácia ilyenkor óvatos szokott lenni, tehát a józan diplomácia azt mondja, hogy majd az amerikai polgárok megválasztják, akit ők akarnak. Nekünk mindkét esetben fontos, hogy Magyarország és az Egyesült Államok, vagy menjünk föl Európa szintjére, az Európai Unió és az Egyesült Államok között jó harmonikus kapcsolatok legyenek, segítsük, támogassuk egymást, fejlesszük az együttműködést, kereskedelmet, stb. Na most, tehát én nem tartom jónak egyáltalán, hogy valaki csak az egyikre, mindegy, hogy melyikre, de csak az egyikre tesz föl mindent, mind a kettőre föl kéne készülni. Na most Kamala Harris-t még nem láttuk akcióban, ugye ő árnyékként kísérte Biden elnökségét, mint alelnök. Trumpot láttuk akcióban, és az nem túl biztató, amit láttunk, mert egy nehezen kontrollálható, fegyelmezetlen, csapongó embert ismertünk meg, aki magán Twitter üzenetekkel helyettesítette az átgondolt diplomáciát, időnként furcsa dolgokat csinált, például összebarátkozott az észak-koreai diktátorral, meg is sértett országokat, tehát nem túl biztató, ugye ő jött az ingatlan bizniszből és a szépségversenyek világából, és így lett nagyon gazdag, és így lett elnök. Nem biztos, hogy a világnak egy ilyen típusú amerikai elnökre van most szüksége, ugye a legnagyobb hatalom, a legnagyobb hadsereg jó lenne, ha felelős kontroll alatt működne, és ugyan a háttérben ott van az amerikai adminisztráció, ott van a szenátus, a képviselőház, különböző érdekcsoportok, de nem biztos, hogy mindig mindenben tudnak kontrollálni egy elnököt. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy ki lesz az elnök, egy kiszámítható, megbízható, fegyelmezettebb személy, vagy egy kiszámíthatatlan, csapongó, nehezen követhető ember, aki nem mindig érti a nemzetközi kapcsolatokat. Donald Trump ugye azzal ér fel, és egyébként ebben van is igazság, hogy azért Donald elérte azt, hogy a Közel-Keleten például béke volt, tehát az Ábrahám egyezmények egy jó kezdeményezés volt Donald Trump csapata részéről, hogy alatt ugye nem tört ki háború, az Egyesült Államok nem volt semmilyen konfliktusnak a kirobbantója vagy támogatója, ezzel ér, hogy ő volt az első ilyen elnök az elmúlt 30-40 év adminisztrációi során, tehát Trumpnak nyilván van egy igazsága. Európa számára az, hogyha Trump magára hagyná Európát, az jelenthetné azt, hogy Európa függetlené tudna az Egyesült Államoktól, és ez a versenyképesség, amit sokan mondják azt, hogy az Egyesült Államoktól függ Európa, és valóban függ, a hadsereg szempontjából függ Európa az Egyesült Államoktól, magára ébredhet Európa, és az európai ipart igazából az európai megrendelések fel tudják pörgetni annyira, hogy el tudjon szakadni Európa az Egyesült Államoktól, és hát igazából ne egy alárendelt, egy mellirendelt szerepbe kerüljön? Hát ugye először egy kis jegyzet ahhoz, hogy Trump milyen sikeres volt. Nem egy vagy két politikus csinálja a történelmet, vagy a nemzetközi viszonyokat, azt sokan csinálják, ezek nagyon sok ismeretlenes egyenletek. Ez egyik belőle nyilván az amerikai elnök volt, akinek szerencséje is volt azzal az időszakkal, úgyhogy én nem becsülném túl az ő sikereit. Nos,
Mi van akkor, hogy elfordul Európától? Erre a lehetőségre is föl kell készülni. Katonailag ez egy elég nehéz kihívás, mert nagyon nem mindegy, hogy az Egyesült Államok katonai ereje hova áll, kit támogat, vagy kit támad esetleg. Nos, ugye a 20. században két világháborút is az amerikaiak belépése döntött el. Az elsőt is, és a másodikat is. Úgyhogy tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Nem biztos, hogy Európa önmagában meg tudná védeni magát egy nagyon erős agresszorral szemben. Ugye Oroszország most elvérzik a háborúban, fogynak a tartalékai, tehát minden fenyegetés ellenére nem fog olyan veszélyt jelenteni Nyugat-Európára, mint korábban a Szovjetunió. Kína terjeszkedik nagyon erősen, de a gazdasági terjeszkedést helyezi előtérbe, és a katonait inkább a saját közvetlen szomszédságára koncentrálja, a dél-kínai tengerre, Tajvan fenyegetésére. Nos, és Törökország mondjuk? Hát Törökország NATO tag. Ő a szövetségesünk, csak kicsit furcsa szövetséges, mert másokra is kacsingat közbe. A NATO legnagyobb szárazföldi hadserege. Azért ezt figyelembe kell venni, és egy nagyon fontos stratégiai meccésponton fekszik Törökország, ugye a Fekete-tenger bejárata, és egyszerre szomszédos a Balkánnal, a kaukázusi területtel, közel van Közép-Ázsiához, Iránnal, Iránhoz közel fekszik, úgyhogy nagyon kritikus, tehát Törökországot nagyon jó lenne közel tartani és bentartani a NATO-ban, mint hűséges szövetségest. Nos, Európának akkor egy kifelé forduló, kezdeményező külpolitikát kéne folytatni, ami ma nem így van. Azért nem így van, mert az egyes tagállamok őrzik a külpolitikai szuverenitásokat. Ugye itt 27 külügyminiszter szaladgál föl és alá, és mögöttük nem nagyon látszik a kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Legalábbis, ugye minden tiszteletem Josep Borrellé, akit jól ismerek személyesen, de ő nem volt annyira offenzív. Azt gondolom, hogy a következő Kaja Kallas, ő egy nagyon talpra esett asszony, és ugye az észtek rendkívül tapasztaltak a nemzetközi problémában, az orosz szomszédság miatt mindenre figyelnek, úgyhogy kicsi ország nagy tapasztalattal, de végül is az a múlik, hogy a németek és a franciák, a spanyolok, a hollandok és a svédek mit akarnak, és mennyire egységesek, és van-e olyan ország, amelyik bomlasztja az egységet, például megvétózza Ukrajna támogatását időnként. Említette, hogy az észtek hát majdhogy nem a bőrükön érzik azt, ami most Ukrajnában folyik. Ez egyébként nem lehet hátrány is egybe, hogy mondjuk nem tudnak racionálisan dönteni bizonyos, vagy nem tudják el ezt racionálisan dönteni bizonyos kérdésében, mert mondjuk érzelmileg elfogult, vagy, és nyilván ez nem az ő hibája, hanem az, hogy a népe az azért elég közel van Oroszországhoz. Én azt mondom, hogy Kaja Kallas személyében bizonyította már, hát ő most egy ideje már miniszterelnök volt és részt vett az Európai Tanács ülésein, és nem véletlenül választották őt erre a fontos pozícióra. De ő már bizonyította, hogy nem egy érzelmileg befolyásolható, hanem egy felelős politikus, mert éppen ez az ész tapasztalat, az orosz szomszédság nyomása tanította meg őket arra, hogy nagyon józannak és kiegyensúlyozottnak kell lenni, és ő, mint kisország, ugye kevésbé hoz be nemzeti érdekeket az uniós szerepébe. Nagyobb országoknál inkább elő szokott fordulni, hogy azért a hazai, francia, német vagy egyéb érdekek is kilátszanak az uniós egyenruha mögül. Na most én bízom benne, hogy ő ezt jól fogja betölteni, de csak azt teheti, amire a tagállamok felhatalmazzák. A hét elején volt az egyéves évfordulója az október 7-i terrortámadásnak, és hát azóta, október eleje óta már a Hezbollahhal is kemény konfliktusban áll Izrael. Ugye, hála Istennek, Izrael számos terroristát kiiktatott azóta a Hezbollah vezetéséből, a Hamász vezetéséből. Európa szempontjából hogyan értékelhető ez a konfliktus, és az egész konfliktusnak a lezárására Európából van-e lehetőség, vagy van-e erre programja Európának?
Hát ugye nagyon közel van hozzánk ez a konfliktus. Szinte látó és halló távolságra, kicsit képletesen. Ébresztő volt, és ugye a mai napig azért a világ nem tért napirendre a fölött, hogy az amúgy jó hírű izraeli hírszerzés hogy nem készült föl erre. Ezzel a mai napig nem számoltak el, tehát Netanyahu és kormánya ezzel még nem adott egy elfogadható választ. Miért kellett olyan sok embernek elpusztulnia, és illetve túszként szenvednie, vagy ott meghalnia? Ébresztőt fújt, és akkor Izrael nagyon keményen csapott vissza a saját biztonsága érdekében, ugye először a gázai övezetben, és most újabban Libanonban, és megpróbálja gyökerestül kitépni a részben a Hamas, részben a Hezbollah különböző bázisait és akcióit. A mai haditechnika egészen más, nem kell szőnyegbombázni, hanem utca házszámra küldik a rakétát, vagy a bunkerbontó bombát. Vagy a drónt. Vagy a drónt, és név szerint jelölik ki az áldozatot, tehát nem kell ahhoz még 10 000 embernek elpusztulnia egy égő városban, hogy azt az egy vezért kiiktassák. Több sikeres akciót hajtottak végre, de a dologban még mindig ott van az óriási kockázat, az eszkaláció kockázata. Tehát bárki fokozza a feszültséget és nagyobbat üt vissza, akkor eszkalálódik a helyzet, és ez a konfliktus kiterjedhet, mert igen veszélyes aktorok vannak, elsősorban Irán. Ugye Irán nehezen kontrollálható, és megvannak az eszközei, mind anyagi, mind technikai, mind emberanyag szempontjából, hogy ott konfliktust robbantson ki. A terrorizmus egyik fő táplálója és finanszírozója. Az is elgondolkodtató európa-centrikus gondolkozásmódként, hogy ugye nem csak Izraelre és a Közel-Keletre hat ki az, hogy a Hamas és a Hezbollah terrortámadásokat hajtott végre, hanem Európára is, hiszen ugye október 7-én nem csak az izrael párti tüntetők mentek ki és emlékeztek meg október 7-éről, de például Németországban a palesztin párti tüntetők is kimentek, és ők nem az áldozatokról emlékeztek meg, hanem sokkal inkább bíztatták a Hezbollahot és a Hamászt, illetve Iránt is, hogy folytassák, és hogy kényszerítsék térdre Izraelt. Milyen veszélyt hordozhat az Európában, hogy akár a palesztinoknak, akár Iránnak ilyen erős befolyása van az európai politikára? Hát ugye Európában van egy jelentős iszlám kultúrájú, iszlám hátterű népesség. Ezek betelepült emberek, és azoknak második, harmadik, negyedik generációs leszármazottai, akik rendkívül fogékonyak az iszlám propagandára, és az iszlám egy nagyon hatékony propaganda. Tehát elég pár kulcsszót megemlíteni, és Allah nevében össze lehet hívni az embereket, mozgósítani, ugye, és egy rendkívül egyszerű hitvilág, ahol a hitetleneket el kell pusztítani, harcolni, ez egy harcos vallás alapvetően, vannak békés elemei a Koránban, de azért alapvetően háborút hirdet, szent háborút, dzsihadot, és szimpátia alapon óriási tömegeket mozgatott meg, anélkül, hogy a mélyére menne, hogy mostan kinek van igaza, meg mi történt igazából, csak hívják egymást, mennek, tüntetnek, és nagy kavarodást okoznak Nyugat-Európa számos nagyvárosában, ami veszélyes, ugye, hogy a tömegek vonulásán túl terroristákat is arra motiválnak, hogy lépjenek és kövessenek el terrorcselekményeket. A nyugat-európai rendőrség, a német, a svéd, a holland nagyon rajta van ezeken a különböző mozgalmakon, és hát próbálják elcsípni a készülő cselekedeteket, többnyire sikerrel, sajnos nem mindig. Úgyhogy ez egy valódi veszély, egy belső biztonsági veszély, tehát ez nem egy nemzetközi háborús veszély, ez belbiztonsági probléma, de azon belül nagyon súlyos.
Reméljük azt, hogy Európa képes lesz magára találni, és hogy Európa képes lesz ezzel a problémával is megbirkózni. Balázs Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és a rendelkezésünkre állt. Örömmel.